Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Munkatörvénykönyve tervezete, ami az éjszaka folyamán részletes vita alatt volt. Hát szeretném azt mondani, hogy érdemi vita folyt, de hozzá kell tennem rögtön, hogy az a folyamat zajlott, ami elindult néhány hónappal ezelőtt, magyarul az, hogy mindenki, aki érintett a dolog kapcsán, az úgymond obligon kívül volt. Látható volt, hogy az előkészületi munkafolyamat az úgy zajlott, hogy a kormány arra törekedett, hogy senkivel ne egyeztessen, akit érintenek a legfajsúlyosabb kérdések. Tartalmi értelembe vetten ez a munkatörvénykönyv tervezete azokat a sajátosságokat hordozza magában, ami arról szól, hogy az embereknek az elkövetkezendő időszakban többet kell dolgozniuk, adott esetben kevesebb pénzért. Ez egy óriási nyomás az emberekre nézve. S ráadásul ezt vegyítik mindazzal, hogy az emberek érdekeinek a védelmében eljárókat megpróbálják kizárni a folyamatokból, magyarul a szakszervezeteket, az érdekképviseleti szervezeteket, lenullázzák, de hát ezzel nem őket nullázzák le, hanem azokat nullázzák le, akiket ők megvédhetnének. A kormány által elkövetett gazdasági hibák sokaságát hárítják át a munkaadókra, és azt engedik meg nekik, hogy ők újabb bőrt húzzanak le, nyúzzanak le a munkavállalókról. A jogbiztonságot pedig sárba tapossák. Olyan utat járnak, ahol a munkavállalót megpróbálják teljes egészében kiszolgáltatottá tenni. Tartalmi vonatkozásban nagyon sok mindent lehetne mondani. A kollektív szerződés keretei között az olyan típusú intézkedések meghozatalának a lehetőségétől kezdve, ami a munkavállalóra nézve az elkövetkezendő időszakban, az általános jogi szabályozáshoz illesztetten negatívabb szabályozást is hozhat. Ez nonsens. Az elmúlt 20 évben mindegy, hogy milyen politikai nézetek voltak kormánypárton, ez soha nem volt jellemző. A kollektív szerződések nem erről szóltak. De a kártérítési felelősségek tekintetében is. A munkavállalókra újabb terheket zúdítanak, miközben a munkaadókat pedig mentesítik ezen terhek alól. De mondom azt, ami szerintem a legszégyenletesebb példák közé tartozó. Azt mondják, hogy jogi és gazdaságpolitikai megfontolásokból fakadóan területi megkülönböztetettség alapján térségi minimálbért lehet majd bevezetni az elkövetkezendő időszakban. Hogy miért mondom azt, hogy ez szégyenletes? Hát azért, mert nyilván nem ott lesz kisebb a minimálbér, ahol jól megy a dolog, ahol könnyű az élet. Ahol a szükség nagy, ott lesz kisebb a minimálbér, pont abból a logikából fakad, amit az előbbiekben említettem. A munkaadókat terhelik, a gazdaság hibás döntéseiből, a kormány gazdaságának hibás döntéseiből fakadóan, és megadják a lehetőséget, hogy nyomorítsd meg adott esetben a saját munkavállalódat. És utolsó gondolatomként azt szeretném hangsúlyozni. Az éjszakai vita azt mutatta meg, hogy a kormánypárti politikusok egy fikarcnyit nem kívánnak engedni ebből a logikából. Mi pedig azt gondoljuk, hogy minél többet meg kell tudni mutatnunk az embereknek abból, ami ebben a munkatörvénykönyv tervezetében benne fogantatik. Egyszerűen azért, hogy tiszta és világos képet fessünk arról, hogy mit is ígér a Fidesz, és mit is csinál. Mit mond az embereknek, amikor családbarát politikát hirdet, és mit tesz akkor, amikor ilyen munkatörvénykönyv tervezetet terjeszt be. 728 ajánlási pont van ezen törvénytervezethez illesztetten. Az éjszakai vita kapcsán az ötödikig jutottunk el. Az ötödikig. 300 paragrafust érint a törvénytervezet, a második paragrafus tárgyalásánál vagyunk. Kíváncsian várjuk a vita folytatásának a mikéntjét, a házbizottság döntése úgy tudom megvan, de erről majd Harangozó Tamás képviselőtársam, frakcióvezető helyettes úr fog beszámolni. A legeslegvége, mindaddig küzdeni fogunk, ameddig nem látjuk azt, hogy a kormány hajlandó és képes legalább azokat az ügyeket magáévá tenni, amelyek az emberek kiszolgáltatottságát minimalizálják. Ha pedig nem, akkor meg fogjuk találni a másfajta utakat annak érdekében, hogy változtatni legyünk képesek ezen munkatörvénykönyv tervezetén. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és átadom a szót Harangozó Tamásnak. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm Önöket, hogyha egy
Picit gyűrötnek tűnünk, az azért van, mert most már a 22. órája vagyunk itt a parlament épületében, és igyekszünk végezni a dolgunkat. Az elmúlt több mint 6 órában a munkatörvénykönyvének részletes vitáján vettünk részt, és ahogy már képviselőtársam mondta, a 300 vitaszakaszból egészen a második vitaszakaszig tudtunk eljutni a 6,5 óra alatt. Annyit szeretnék elmondani, hogy a több mint 260 fideszes képviselőből mindösszesen 7 érezte úgy, hogy ezen a vitán részt kell venniük. Azt viszont hozzá kell tennem, hogy ezen 7 képviselő becsületére váljon, hogy a vitában igyekeztek végig részt venni. A Magyar Szocialista Párt feladatának tartotta, hogy felhívja a figyelmet, mi zajlik a Magyar Parlamentben jogalkotás címén. Hogy botrány az, hogy egy ilyen törvényt az éjszakai órákban, mint ahogy megjósoltuk, hajnali 2:30-kor került sorra a munkatörvénykönyvnek részletes vitája. És mint még egyszer mondom, az összes javaslat 1%-át sikerült egyáltalán megvitatni eddig a pontig. Az MSZP azért kívánt részt venni, és biztosította a többséget a parlament üléstermében egész éjszaka. Ha ennyi szubjektívet elmondhatok, igen jó érzés volt, hogy a Magyar Országgyűlés plenáris ülésen a Magyar Szocialista Pártnak szavazati többsége volt ma éjszaka. A dolgunk már csak annyi, hogy nappal is sikerüljön ezt elérnünk. Nyilvánvalóan ezen dolgozunk. Szóval a viccet félretéve biztosítottuk a többséget azért, hogy ezt a vitát ne lehessen lezárni, és ne lehessen a képviselőkkel belefolytani a szót. Sajnálatosan a házbizottság ülése után úgy tűnik, hogy ez mégis meg fog történni, vagy éppen ezekben a percekben meg is történik a plenáris ülésen, hiszen a Fidesz azon álságos javaslatát, hogy miután múlt héten a házbizottság ülésén nem voltak hajlandóak ennek a vitának az átrakására, ma hirtelen a pénteki napra át szerették volna tenni a vitát, ezt egyetlen ellenzéki párt sem támogatta, hiszen egyetlen normális módja van innentől kezdve, hogy most folytatjuk a vitát, és ha orvérzésig, akkor orvérzésig végigmenve minden egyes ponton végigvitatjuk az állampolgárok és az érintettek bevonásával ezt a törvényjavaslatot. Utolsó gondolatként a sok kritika is éri az ellenzéki pártokat, köztük az MSZP-t is, hogy a kétharmados parlamenti többséggel szemben nagyon kevés parlamenti eszköz áll rendelkezésre. Azt gondolom, hogy megmutattuk most ma éjszaka, hogy vannak azért eszközök. Azt szeretnénk ezzel üzenni, hogy kötelességünknek érezzük, hogy a saját eszközeinkkel mindent megragadjunk annak érdekében, hogy a munkavállalók érdekében ki tudjunk állni, és azt szeretnénk, ha mindenki más is ezt tenné a maga módján. Köszönöm.